Jézusom, gyerekek, hát ez már a 137. epizód. Nincs nekem magánéletem? Na, azt hagyjuk. Inkább jöjjön a Let's Roll. A film bűzölgő feliratokkal, meg egy lámpabúrával kezdődik. Eddig ígéretes. Ezután egy árnyékot és egy áramszünetben felalá bóklászó nagymamát látunk. Aztán jön a főcím. Insidious. Hallgatom, Sidious nagyúr. A bűzös szövegek visszatértét követően egy majmos pizsamában lévő nőt látunk, aki egy mintában hozzá nem illő ágyneműben ébredezik, mivel nem tud aludni férje horkolásától. Pedig csak az oldalára kellene fordítania. Egy, kettő, három. Az asszony ezután azon gondolkozik, hogy hol rontotta el az életét, és az esküvői fotó láttán rá is jön. Ezután a gyerek közli, hogy ő sem tud aludni, és szerintem ennek a majmos pizsamához lehet köze. A muter már eddig is csőtömegnek érezte magát az elfuserált házassága miatt, de nem sokára azt is megbánja, hogy gyereket szült. Most öreg vagy. És mennyire öreg? Nagyon öreg. Oh. Elég a kurva anyádba, hülye gyerek! A fotóalbum lapozgatása során megtudjuk, hogy a faterról nincsenek gyerekkori képek, ami biztosan fontos lesz a későbbiekben. Ez alatt a pasas is felkel, és készülődés közben kitépi az ősz hajszálát, ami elég nagy hülyeség, mivel így időskorára egy szőrszála sem marad. Ezt követően az első paranormális tevékenység is megtörténik, ami egy szétszórt könyvkupacban ölt formát. Este a kisrác mellett kinyílik a padlásajtó, és mivel semmi életösztöne nincsen, felmegy szétnézni, majd egy létráról ugrik egy fejest. A szülők lehozzák a padlásról, aztán megbeszélik, hogy... Még gyerekpórázra kell fognunk. Hozzak egyet holnap. Másnap reggel a kisbaba már megint sír, amiből a kisrácnak annyira elege van, hogy inkább kómába esik. És az még 3 hónap után is tart. Az asszony ezután hangokat hall a baba monitoron, de azt valahogy sikerült úgy prezentálniuk az alkotóknak, hogy egyáltalán ne legyen félelmetes. Nem tehet semmit. Semmit sem. Hanyas vagy, te disznó! A nő persze nem talál senkit a szobában, így annyiban hagyja a dolgot. A másik kölök ezután elmondja, hogy a kómás tesó esténként járkálni szokott, de ez sem üti meg a nő inger küszöbét. Ekkor a baba ismét sírni kezd. És hopp, ott van Lugosi Béla a kiságy végibe. Aztán már nincs. Nem sokára a riasztó is megszólal, és Josh tárva nyitva találja a bejárati ajtót. Fel is fegyverkezik egy piszkavassal, majd véget ér a jelenet. Hát köszönjük! Másnap René lát egy véres foltot a gyermeke lepedőjén, aki ezek szerint olyan régen van kómába, hogy nővé érett. Megjött a menzecem, nektek még nem! Megjött a menzecem, nektek még nem! Este, hogy de gyorsan telnek itt a napok. Szóval este újra támadnak a szellemek, ezért a család jobbnak látja odébb állni. Amúgy csak nekem nem félelmetesek ezek a kísértetek? Hát van a nagymama, Piton professzor, és itt a legújabb, a táncoló fiú. Hát ez beteg. A nőnél végre betelt a pohár, ezért ide hív egy papot és Josh muterját. Aki elmondja, hogy álmában itt járt a házban, és azt látta, hogy Dalton szobájában egy démon áldogált. Ekkor Josh mögött felbukkan Darth Maul. A családnak ezután nincs jobb ötlete, ezért kihívják a szellemírtókat. A szakállas pacák úgy vadászik szellemekre, hogy színes fólián keresztül nézi a világot. Én ajhár vagyok, fát keresek, levelet eszem, úgy nyomozok. Meglepő módon a fóliák működnek, és már is itt van két újabb szellem, akik mosolygós lányok. Most szórakoznak ezekkel? Kisvártatva a szellemírtók főnöke, azaz Alice is megérkezik. Aki biztos csak azért késlekedett, mert Csodaországban volt dolga, vagy a Resident Evilben. A mama jár egyet a házban, és leírja, hogy néz ki Darth Maul. Vérvörös arc.
fekete karú kezek és lábak. Ezután azt is elmondja, hogy Dalton egy asztrál projektor, aki nem filmeket vetít a falra, hanem képes elhagyni a testét, miközben álmodik. De ezúttal olyan messzire ment, hogy eltévedt. A korábban látott szellemek és a vörösfejű démon pedig be akarnak hatolni Dalton testébe. A pasas nem hisz Alice-nek, ezért kizavarja őket a házból. Aztán meglátja fia rajzait, aminek hatására visszahívja őket. Meg is kezdődik a szeánsz, amihez Alice átmegy steampunk tapírba. Hát ez meglepett! A nőnek sikerül felvenni a kapcsolatot Daltonnal, aki elmondja, amit már eddig is tudtunk. Ekkor a démon átveszi a teste felett az irányítást, és kioszt pascicimaflást. Alice kiűzi a gyerekből a gonoszt, aztán ő is áthívja Josh anyját. Hát egyszerűbb lenne, ha haza sem menne, nem kellene mindig hívogatni. A Mutter elmondja, hogy a Josh is asztrál projektor, és gyerekkorában őt is meg akarta szállni egy szellem. Méghozzá nem más, mint a film elején látott nagymama, aki ráadásul mindenképre oda photoshopolta magát. A Mutter és Alice úgy döntöttek, hogy jobb, ha Josh nem emlékszik a dologra, ezért nem is voltak róla gyerekkori képek az albumban. A csapat kitalálja, hogy Josh menjen át asztrálba, és keresse meg a fiút a távolban, ahol a párhuzamosok találkoznak. A Father át is pittyenti magát az Oblivionba, és ezzel kezdetét veszi a Boss Fight. Boss Fight. Ahol annyi szellem lesz, hogy az már Ghost Fight. Ghost Fight. A fickó némi bolyongást követően rátalál a házukra, ahol van egy mennyasszony meg egy creepy család, akiket kisvártatva kinyír az egyik lányuk. Aztán Josh talál egy piros ajtót, de ekkor támad Piton, akit a fickó egy stuporral hárít. Végül Dalton is előkerül, na meg a démon, aki a körmét köszörülgeti. Pedikűr után támadásba lendül, mi meg ekkor vesszük észre, hogy a lábáról nem vágta le a körmöt. Emiatt meglehetősen lassan lépdel, ezért Joshék simán el tudnak szaladni előle. Útjukat olyan szellemek övezik, akik mind megszállható testre várakoznak. És a létszámuk alapján a várólista hosszabb lehet, mint vesetranszplantáció esetén. A gonosz lelkek megérkeznek a házba, és már Daltonék is errefelé kolbászolnak. De előbb még meg kell ütközniük saját démonaikkal. A gyereket a vöröske, a pasast pedig a mama kísérti. A forgatókönyvíró váratlanul megunja a jelenetet, így hőseink magukhoz térnek. Én meg most jövök rá, hogy az egyik szellemírtó az Adam a fűrészből. És mind tudjuk, hogy ennek a filmnek az igazi címe az, hogy... Puzri a gyilkos! Alice ekkor lefotózza Josh-t, de annyira rosszul sikerül a fénykép, hogy az cserébe kinyírja. Ezzel vége is a filmnek. És hopp, itt van még egy főcím. Tudtad, hogy a Roldemol nézők több mint fele nem iratkozott fel még a csatornára, pedig több feliratkozó, az több és jobb minőségű tartalomgyártását teszi lehetővé. Te már feliratkoztál?